Tavaszváró kézműves szombatot szerveztek kicsiknek és nagyobboknak a Nagybányai Teleki Magyar Házban február 18-án szombaton. A kézműves tevékenység témája a madárkák voltak. A hosszú tél után, mely alig ha akar távozni, nagyon váratja magát a tavasz, a napsütés és a madárcsicsergés. Vallotta Markó Hajnal, a kézműves szombat szervezője. Olyan nagyon hosszú volt az idei tél, és most megint havazik, hogy szerintem minden gyermek várja már a tavaszt, és kívánja a napsütést, meg a madárcsicsergést, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezen a kézműves szombaton ilyen csupa madárkákat készítsünk mindenféle fajta alapanyagokból. A madárkák zsinórból, zokniból, gyöngyből, fonalból és drótból készültek. Fekete Melinda, Létai Edit, Laurán Ibolya, Várvédő Emőke és Szigeti Gyuszi irányításával. Így most készülnek madarak drótból, készülnek gyöngyökből, készülnek zokniból, színes zoknikból. Bogozott madárkák is készülnek, azt a nagyobbak készítik, mert az időigényesebb és odafigyelést igénylő munka, illetve ilyen színes foralakból kis pufos madarak. Magyot készítünk. Hát a folyamat az, hogy kell egy zokni, azt kifordítjuk, arra teszünk egy sablont, és azt megrajzoljuk. Utána a gyerekek bevarják, levágjuk, kifordítjuk, az órát ugye levarjuk, két gombot kitömik, és az alját eldolgozni, kész a magony. Egyszerű. Csak nem tudom kihúzni a végét. Megvan. Baglyot készítek, és kis drótmadárkát. Egyelőre. Drótmadárka és a bagoly. Egyelőre még a szeme nincs meg, mert... Na. Okay, szuper, wow. Szuper jó. Fonalból madarat, verebet, vörösbegyet, annak függvényében, hogy milyen színű fonalat választanak. Három fonal csomóból kialakul így egy kis madár. Aztán, ami kicsit nehezebben megy nekik, hogy filcből csört kell varni. Én is megtanultam a gyerekektől, hogy orrot, mind azt mondták. És a gyöngyből szemet. És még fog neki készülni drótból lába. Na látom, elcsaklizták a lábakat, tehát ide jön két kicsi drót lábacska. Makramé baglyot készítünk. Ki milyen szint választott, egy kicsit nehézkesen megy, mert göbözni kell igazából, és van egy bizonyos rend, ami után kell göbözni. Na, de a lányok eléggé ügyesek voltak, és már egy bagoly, kettő már kész is van. Menjél tovább egész a közepéig, ez lesz az utolsó innen, és akkor odahúzunk majd az orrát. Jó.
Kacsát készítünk. Gyönyörű, szép kis sárga kacsát. Az szép a minta, mondjátok. Hát gyöngyökből, gyöngyökből, nagyon jó minőségű gyöngyökből. Tessék, csináljad a másik szárnyát. Addig elég szíves. Nagyon ügyesek, annyira ügyesek, hogy nem lehet elmagyarázni, hogy milyen ügyesek. Segítek nekik, de nagyon jól boldogulnak. Elindulunk ebben, és tekerjük idáig, így. Utána itt ráteszünk a gyöngyöt, áthúzzuk oda, és tekerjük tovább. Szépen tekerem, így körbe van. Tekerem, így van, akkor nem csinálom semmit, mindig áthúzod rajta körbe. Megfogom, áthúzom alatt. Egész még oda jutok, hogy majdnem legyen meg a szem, meg a helye. Még idáig egyet, vagy kettőt, és talán teszünk rá a gyöngyöt, jó? Itt kurok. És a harmadik tudat itt kéri magát, igazi? Drótból és gyöngyből, gyöngyök lesznek a szemek, és a madár drót a teste. Itt, mint a látható, a fán ülnek a madarak. Kézművel szombaton megcsodálhattuk a szalmabábokat, amelyeket február 11-én a nagyobb cserkészek készítettek. Ha az előző években Csöme családként emlegettük, idén Béla és Brünnhilda nevet kaptak, és a téltemetés alkalmával el lesznek égetve. És igen, a múlt hétvégén a nagyobb cserkészek elkészítették a szalmabábokat is. Eddig éveken keresztül én készítettem ezeket a bábokat, de most összefogtak és készítettek egy egész Csöme családot. El is nevezték őket, most nem Csöméknek hívják őket, hanem van egy Béla, meg van egy Brünnhilda, meg a kicsit nem nevezték el se, hogy remélem annak is meg lesz a neve. Hát őket szépen lassacskán téltemetés fejében el fogjuk égetni. Egyiket a táncház farsangkor, ami majd 27-én talán ez esik hétfőre, tehát a farsang farkán lesz majd az egyik csömének az elégetése, a másikat pedig több mint valószínű, hogy a felnőttek házi bulián fogjuk elégetni. A család kicsi tagjának még nem adtak nevet. Markó Hajnal szervező szerint nem is fogják elégetni.
A kicsikével jó kérdés, hogy mi lesz, mert amikor készítették a cserkészeim, akkor így belegondoltak, hogy most a gyerek csömét is égessük el. Szerintem ő meg fog maradni magnak jövőre, hát ha jövő esztendeig megnő egy kicsikét. A Teleki Magyar Házban idén még több farsangi bál zajlik le, az egészen piciktől a Baba Mama Klub szervezésében, egészen a gyógytornászokig, és mint minden évben külön farsang a kicsiknek, a nagyoknak, a táncosoknak, és szervezkednek a hálósok is. Hát idén is nagyon kiadós farsangunk lesz, úgy néz ki. Nagyon sok farsangi bál lezajlott már, ezen túl is sok lesz még. Szimpatikus dolog, hogy mondjuk a Baba-Mama Klub is farsangol, a picigéket is be fogják öltöztetni farsangos ruhákba, meg mondjuk a másik végletet, a Gyógytornász Klub, de hát közöttük nagyon sok mindenki, kisebbeknek, nagyobbaknak, felnőtteknek, jövő szombaton este felnőtteknek lesz farsangi házi buli, úgyhogy tényleg sok minden van. És igen, a kézművel szombatok idén tematikusak lesznek, árult el Markó Hajnal szervező. Márciusban a nemzeti ünnepre készülnek, jön a húsvéti kézművel szombat, majd anyák napjára is különleges tárgyakat fognak remekelni. Úgy gondoltuk, hogy ezentúl ilyen tematikusabbak legyenek a kézműves szombatok. Már azt is tudjuk, hogy a márciusi az nemzeti ünnepre készülős lesz, akkor csupa piros-fehér-zöld dolgot fogunk készíteni. Aztán a következő az húsvétos kézműves szombat lesz, és az azutáni pedig a anyák napjára készülő, és akkor csupa szív kézműves szombat lesz az anyukák kedvéért.